Önök az Egyenes Beszéd törzsnézői itthon vannak, én érkeztem néhány hónapos vendégségbe önökhöz addig, amíg Krug Emília születendő kisbabájával van. Jó estét kívánok, meg vendégként hívtam vendégeket is a műsorba. Itt van Lakatos Júlia, a Méltányosság Politika Elemző Intézet egyik igazgatója, és Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet vezetője. Jó estét, szervusztok! Kezdjük talán azzal önkormányzati témák, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Fidesz nem gondolja egy pillanatig se azt, hogy önkorrekcióra lenne szükség. Ugye most a parlament elé került három olyan törvényjavaslat, amiben borítékolható, hogy nagyon komoly konfliktusok lesznek, képviselők jogai, az iparűzési adó és ez a bizonyos szakképzési törvény módosítása. Bekeményítés jön, konfrontáció. Ez véleményetek szerint a választási eredmények egyenes következménye? Hát mindenképpen az átrendezett erőviszonyoknak az eredménye, és szerintem minden olyan téma, amiről ma fogunk beszélni, azt ebben a nagy átfogó keretben kell értelmezni. És szerintem elemzői szempontból fontos is az, hogy legalább mi tudjuk azt, hogy milyen irányba mehet mindkét fél, mint kormánypárt, mint ellenzék, és hát milyen korlátok és lehetőségek vannak ebben. Én úgy gondolom, hogy várható az, hogy legalábbis megpróbálja restaurálni a Fidesz a domináns pártrendszert, azt a centrális erőteret, amiből most kibillent. Én nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy most mindennek vége is, és ez egyébként az ellenzéknek egy nagyon nagy kockázata is, hogy most túl sokat hisz hirtelennyében, és nincs meg a stratégiája, hogy ebben a helyzetben lavírozzon, de mindenképpen, amit most látunk, ez egy nagyon erős és nagyon... De hát a választások másnapján ők arról beszéltek, hogy a centrális erőtérnek vége. Tehát az október 13-án megszűnt, ezek szerint nem szűnt meg, csak nem tudom én, az átalakítás idején. Hogy a helyi szünet, szintű tehát. És az országos szintű politikát, azt ketté választjuk, mert ez most nagyon másként érvényesül, mert látjuk Budapest szempontjából, ezért látható egy konszolidáció és egy visszavétel. Na majd beszélünk még erről is, Balázs. Hát ez a konszolidáció, az látszik el például az előbb említett salátatörvény kapcsán, amely a fővárosnak olyan terheket, tovább olyan a fővárosra is leginkább olyan terheket tesz rá a közlekedési fenntartása következtében, amiben ezt a fajta konszolidációt, vagy ezt a fajta új együttműködési hajlandóságot a kormányzat részéről nem látszik, hiszen ugye Karácsony előtti javaslata ugye az volt, hogy egyharmadban osszák meg a terheket, na most az iparűzési adónak a szabad felhasználásának további szűkítése révén mind a városok, mind pedig ugye egyszerűen a főváros is olyan helyzetbe kerül, ugye az állami támogatás növekedésének elmaradása esetén, amivel azért inkább számoljunk, mint sem, hogy hát ez a konszolidációs folyamat, ez azért elég meg fog neheződni, nehéz lesz azért a kormány és az ellenzék viszonyában. Ezért egy-két dolgot szerintem annyiban nem venném a három intézkedés egy kalap alá, mert a szakképzésre vonatkozó egyébként a szociálpolitikát, a büntetőpolitikával összekeverendő intézkedés csomag inkább egy közpolitikai kudarcnak az eredménye. A képviselőjogoknak a szűkítése az bizonyos értelemben, hogy is mondjam, sajátos, amit mondok, de kívánatos az ellenzékre nézve, hiszen itt most helyi kormányzások indulnak el, a kormányzó képességet meg tudja gyengíteni az, hogy közben táblázó ellenzék van a parlamentben. Az más kérdés, hogy ennek azért ezt magyarázd meg egy kicsit, tehát, hogy a kormányzat véleménye szerint az ellenzék védelmében hoz egy ilyen törvényt, hogy egyrészt milliókra lehet büntetni az országgyűlési képviselőket, másrészt akár 60 napra kitiltani. A tévénézők pontosan tudják, hogy egyik mondatomban sem, vagy szavamban sem ezt állítottam. Sokkal inkább azt, hogy amikor elkezdődik a helyi kormányzások, és amelynek azért fontosak, mert a kormányzó képességnek a lehetőségét kapták vissza az ellenzékiak helyben. Azzal párhuzamosan, ha zajlanak a mindennapi politika működésébe kevésbé illeszthető és adott esetben feleslegesnek tekintett performatív akciók, ezek tudják rontani az egész ellenzéki teljesítménynek a megítélését. Másképpen fogalmazva, obszén szavaknak táblán való hordozásának az árát akár egy 6., 7., 8. heti ellenzéki polgármester is megfizetheti. Lásd Borkai ügy, fordítva. Hiszen így van, így van. Tehát ebben az értelemben konszolidálódni kell a parlamentben az ellenzéknek is, és most jön akkor a kérdésedre még utalván, hogy nyilván ennek nem az az eszköze, sőt, itt már akkor jogok erőteljes szűkítéséről beszélünk Kövér László ügyében. Tehát ez egy olyan intézkedés csomagról beszélünk, amelynek egyes elemei, hogy is mondjam, nekem még nem álltak össze egy ilyen egészé. Az kétségkívül, hogy a konszolidáció, amit vártunk az ellenzék és a kormány viszonyában, az láthatólag, hogy nem lineáris úton halad. Nem lineáris úton halad, vagy nem halad sehogy? Tehát nem volt-e most a... Részben a történtek, részben a miniszterelnök és a Fidesz harcmodorát ismerve nem volt naivitás, hogy most mondjuk hozzányúlnak az egészségügyhöz, meg az oktatásügyhöz a szó érdemi értelmében. Ehelyett kezdődik megint egy ilyen harcos ideológiai politika.
Szerintem fontos az, hogy a Fidesznek egyébként érdeke ez a provokáció, és tehát, hogy azon túl nem csak arról szól ez az intézkedés, hogy javaslat, hogy korlátozzuk az ellenzéknek a hirtelen megugrott népszerűségét, vagy azt, amit ő tehet, hanem arról is, hogy olyan helyzetbe is hozza az ellenzéket, amiben kvázi ellehetetleníti, és én tényleg úgy látom, hogy most azért az ellenzéken belül van egy nagyon erős törésvonal. Az, hogy továbbra is mozgalmi politizálást végezzenek, tehát, vagy hogy ezt lehet egyáltalán a parlamenten belül csinálni, és ez szerintem egy olyan dolog, amiben kvázi hát, tudatosan próbálja törbecsalni ezzel a provokációval az ellenzéket a Fidesz. Hogyha ugye itt az intézkedések egy része rást iperúzési adó, ez kőkeményen pénzről is szól. Hogyha 2020 után csökken a Magyarországra érkező uniós pénz, akkor elképzelhető-e szerintetek, hogy már azt készíti elő, hogy ez Budapesten spórolja meg a kormányzat? Tehát innen lehet majd pénzeket elvonni. Na hát, ez nagyon hipotetikus lenne erre válaszolni, és még ennek a státatörvénynek a vitája, mert is olyan értem, hogy szakmai vitája előtt állunk, és nagyon, hogy is közszurkálás lenne, és a kormányzat sem lát előre 2020 21-ben és 21-ig, tehát nem nagyon tudjuk az uniós forrásokra való tárgyalási pozícióban még hányszor változnak ezek a dolgok. Én kevésbé látom azonban azt a törésvonalat, itt vitatkozok megint akkor az ellenzéken belül. Szerintem nagyon pont a bejátszásból látszik, hogy nagyon hamar felismerték az ellenzéki politikusok, polgármesterek, hogy ez kedről szerdán egy más helyzet. Kormányozni kell, működtetni kell hivatalokat, adózási és adó problematika, költségvetési problematika elé néznek. Az más kérdés, hogy a kormányzó párt tudja, hogy mit tesz valójában. Ezről beszéltünk korábban, hogy képes-e egy politikai üzem politikai gondolkodását radikálisan megváltoztatni, vagy amire Júlia is utalt, arra van szocializáció, vagy folyamatos mozgásban tartása ellenfél és konfrontáció generálás révén a további politikai szereplőknek. Ugyanez... Én ebben nem vagyok biztos, hogy ez lehetséges ebben az értelemben, és ezek az elmintett intézkedések sem afelé mutatnak. Nem furcsa az, hogy a miniszterelnök leszögezte, hogy együttműködésre törekszik. De minthogyha ezt a gondolatot a saját munkatársaival nem osztotta volna meg. Tehát sorra jönnek azok a beterjesztések, amik tökéletesen szembe mennek ezzel. A szerepek, és ez szerintem nagyon fontos, jó, hogy nem mindegy, hogy ki hozza ezeket a kérdéseket, és a Fideszben ilyen szempontból mindig is jó volt a munkamegosztás, és mindig is jó volt Orbán Viktor abban, hogy eltávolítsa magától azt, amit ő nem szeret volna, tett volna magára húzni. Egyébként az egész önkormányzati választással is ez volt a helyzet. Ugye most van egy olyan médiatér, ami hangos volt attól, hogy a Fidesz vesztett, meg az ellenzék pozíciókat szerzett, meg ráadásul van például egy ügy, hogy valaki 700 milliárd forintos kárt okozott az országnak azzal, hogy szabálytalan közbeszerzések és uniós pénzeknek a szabálytalan felhasználása volt, ezt vissza kell adjuk. Nem erről beszélünk, hanem például erről a három törvényről. Gondoljátok el, hogy egyszerűen egy ilyen politikai kommunikációs tematizálás zajlik, folyamatosan, amit történt az elmúlt években is, hogy jönnek ügyek, ráugrunk és erről beszélgetünk, nem arról, ami egyébként... Hát én ezt kevésbé gondolom, mert a tárgyalt salátatörvény, ami ugye akár a jegyzők tevékenységére, itt az építési engedélyek, hogy mit lehet egy városban építeni, és hogyan, és annak az elvonása, kormányhivatalokhoz a rendelése, illetve maga ez az egész iparűzési körül diskurzus, hát ez kevésbé politikai kommunikációs. Ez nem egy látszat tevékenység, ez nem valaminek az elleplezése és erre vonatkozó új nyelvviségnek a kitalálása, hanem ez annak, aminek látszik, magyarán egy kicsit az önkormányzatoknak a működését, mondjuk Budapestre gondoljunk, államtalanítani a továbbiakban. Ha megnézzük az elmúlt heteket, ugye Karácsony Gergely konstruktív volt, azt mondja, hogy lehet tárgyalni egyes beruházások alkalmán, csak a kormány is mutasson alatt esetben, hogy oda rendel egyes beruházások szükségesnek tart, akkor rendeljen a továbbiakhoz is forrásokat, itt az egészségfejlesztés, ami egy központi kérés. A kormányzat részéről mindig csak azt mondtuk, hogy mi az, amit leállítani kíván, ha úgy gondolja a főváros. Az a csomag, ami nem hangzott el, hogy a konstruktivitásnak azt a szintjét mutassuk fel, hogy ne állítsuk le mondjuk az atlétikai VB-t, de akkor ezben valóban akkor járjunk el az egészségfejlesztés jegyében Budapesten, úgy egyébként a budapestiek vagy a főpolgármester programjában van. Tehát amikor a kompromisszumokat keressük, akkor szerintem még élesebben kell a hallásunkat tisztítani, élesíteni, hogy szóismétléssel éljek, mert én olyan hangokat nem hallok ki, amiket gyakran vizionálunk a kormányzati együttműködésben. Egyelőre. Ugye az új vezetés az próbált az első pillanattól kezdve gesztusokat tenni. Most így a történtek fényében mennyire voltak ezek helyes lépések? Tehát ugye nem
nem került viszonzásra idáig még gyakorlatilag egyetlen olyan gesztus sem, amit az akár a főváros... Azért minden csoda 3 napig tart, és nem gondolom, hogy ez egyébként a politikának a normális menete lenne, hogy akkor most történt egy ilyen változás, és akkor soha többé nem lesz konfliktus ellenzék és a kormánypárt között. Tehát hogy azért ez egy eléggé idealisztikus elképzelés. Szerintem egyébként mindkét fél jól járt ezzel a változással. Az ellenzék elkezdett politizálni, elkezdett gondolkodni, hogy mit lehetne csinálni. A kormány részéről pedig azért pozitív változás ez, mert egyébként lehetőséget ad arra, hogy végig gondolják, hogy mi az, amiből elegük van a választóknak, ez az egyik. A másik pedig, hát azért a Fideszben mindig is volt elég erős tanulóképesség és elemzőképesség, tehát hogy számunkra egyébként ez egy felismerés, hogy jobb egy erős ellenzék számunkra, jobb az, hogyha van kivel vitatkozni, és jobb, hogyha tudunk belpolitikai konfliktus generálni végre, mint hogyha mondjuk Brüsszellel kell csatároznunk, és annak a következményeit szembe. Van kivel vitatkozni, vagy lehet egy új ellenségképet letenni az asztalra, tehát Brüsszel, a migránsok, a bankok, a multik, és nem tudom én kik után, most itt van a főváros, tehát ott van az áruló város, a bűnös város. A főváros konfliktus szerintem nem érdekük ennyire kiélezni. Az ellenzék kormánypárt konfliktust érdekük kiélezni, és ezért gondolom azt, hogy egyébként tettek gesztusokat Karácsony Gergely. De hát az ellenzéket azért... most gyakorlatilag Budapest testesíti meg? Balázs? És hát önmagában is a Budapest és a kormány viszonya az ebben a politikai konstrukcióban, ami 2010 után felállt, 2019 április, október 13-a után különösen, ez kormány-ellenzék konfliktus jelent. Tehát nehéz úgy az kormány-ellenzék viszonyáról beszélni, hogy az valahogy majd ne jelentsen Budapest problematikát. Az ellenzéki következetességkel is egyébként azt tartana hozzá, hogyha a kettőt nem tudná elválasztani egymásról. Bizonytalanság vagyunk a Fidesz jövőbeli stratégiát illetően. Ha megnézzük a kormánypárti nyilvánosságot, nekik nem szóltak, hogy az ellenség konstruálás, vagy éppenséggel, hogy is mondjam, a fantáziátlanságnak egy más szintjét próbálják mondjuk megütni annak érdekében, hogy mi történt és milyen magyarázatokkal kell élni. Bocsáss meg szabad, ne feled, Kósa Lajosnak se szóltak, tehát hogy ő mondta azt október 14-én vagy 15-én, hogy véget ért a centrális erőtér. Hát ebben, nem csak az értelmiségi hordudvar, a párt vezetés. Én arra utaltam, hogy az arroganciából, a végzetes önhítségből, az ellenfél stigmázásából egyelőre a kormánypárti média egy része, nem lehet az egészéről beszélni, az mint hogy nem értesült volna, hogy ez egy rossz út. És a Szekszárdi eset az azt mutat helyesebben, a Jászberényi eset azt mutatja, hogy van egy lélektani átbillenés a szavazók egy részének egyes helyeken, és ott, ahol kicsit tudott veszíteni, csak tudott idézve a kormányzó párt, ott pár héttel később tulajdonképpen tönkreverik. És ez a lélektani átbillenés megtörtént a választás október 13-a során. Ez nem azt jelenti, hogy az ellenzéknek több szavazója lenne darabra is, hiszen a kampány során sem nőtt, csak úgy tűnik, hogy én szerintem eddig is politizált az ellenzék, de kétség kívül egy, hogy is mondjam, szervezettel formában ról beszéltünk, ez a Fidesznek újdonság. Na az utolsó bő egy percet azt fordítsuk jövőkutatásra. Tehát ugye Juli arról beszélt, hogy a Fideszben megvan a képesség az önkorrekcióra. Közben meg szemmel láthatóan ez az a nyelv, amit ők beszélnek, tehát a konfrontatív nyelv. Van-e egyáltalán szándék az önkorrekcióra? Szerintetek mi fog jönni az elkövetkező, mondjuk ne évekről beszéljünk, csak hónapokról. Tehát az év végéről és jövő tavaszról. Marad ez, ami most, hogy fogni a gyeplőt, elvenni pénzeket, elvenni hatásköröket, megnehezíteni az ellenzék dolgát, elvinni a Szent István napi ünnepségeket Székesfehérvárra, vagy tényleg jön az önkorrekció, és hát valami fajta érdemi kooperáció kialakul? Szerintem itt az önkorrekció a Fidesz szemszögéből nézve, a saját érdekeik szerint az, hogy az ellenfelemet komolyan veszem, amiről te is beszéltél, hogy ők most döbbentek rá, hogy hoppá, lett ellenfelünk. De kicsodák a csillón cirkuszt. Hát néhány héttel ezelőtt még ők voltak a bohócok. Most egyszer csak a bohócot komolyan kell venni. Eljött a pillanat. Volt egy, nem tudom, még van egy állami egyetem, még van a Corvinuson, és annak volt egy jövőkutatás tanszéke. Nem véletlenül, hogy nem oda jelentkeztem. De jól mutatja egyébként a Fidesz helyzetét, hogy a említett Szent István Park, vagy a Szent István megemlékezése méltója a magyar ellenzék, azt jól mutatja, hogy Cserpalkovicsnak a mondatai ezek Székesfehérvár polgármesterének, mely aki aztán egyébként nagyon méltányosan járt el a bizottsági helyek elosztását, illetve az ellenzékre nézve. Szerintem most ez a kettőség van benne a Fideszben, és lehet, hogy az lesz, hogy helyi szinten egészen más ellenzéki kormánypárti és együttműködéseket látunk, mint a főváros, így a nagy politika szintjén. Ez szerintem tényleg jövőkutatás most. Még nem tudjuk, hogy melyik kerekedik felül. Köszönöm szépen, hogy beszélgettetek vele. Nem sokára egyébként Karácsony Gergely érkezik a stúdióba.